A kiskörösi Rónaszéki fürdőben új időszámítás vette kezdetét az úszás oktatást illetően, hiszen a 2024-25-ös tanévtől magasabb szakmai színvonalon folyik a sportág oktatása városunkban. Kis Gergővel nyár elején történt egy megkeresés, amikor is megállapodást kötöttünk a várossal együtt, hogy profi keretek között rendszerben fogunk úszásoktatást tartani. Az oktatók személye nem változott. Annyit szeretünk volna elérni, hogy egy szuperintenzív úszásoktatás menjen végbe, mindenki megtanuljon úszni, aki meg szeretne, az versenyszerűen el tudjon kezdeni profi sportolni. Az új rendszer lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy a megfelelő szakmai tudással rendelkező edzők mellett sajátítsák el a sportág alapjait, valamint hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák a versenyeken. A fürdő vezetője elmondta, hogy Kiskörösön továbbra is népszerű az úszás. Gergő meg, hogy egy egyesület van mögöttük, ezért nagyobb terük van a gyerekeknek arra, hogy aki tehetséges, az még magasabb szinten tudjon sportolni, illetve az fontos kiemelni még, hogy ugye vannak kezdők, haladók, illetve profi sportolók is, akik mondjuk diákolimpiára készülnek, és ők mind-mind más-más időtartalomba tudnak majd úszást venni az edzőktől. A kiskörösi Rónaszéki fürdő pedig biztosítja ehhez a megfelelő tárgyi feltételeket. Eddig is volt, de most a Gergőjék még kiegészítették ezt még több eszközzel, ami reményeink szerint majd elősegíti azt, hogy még jó munkát tudjanak véghez vinni. Huszti Dániel elmondta, hogy a későbbiekben is lehetőséget biztosítanak az utólagos regisztrációra, melyről bővebb információt a kiskörösi Rónaszéki fürdő közösségi oldalán találhatnak.